Tovább hódít a techból, ezt adtuk címnek, de hogy pontosan mi is az a techból egyáltalán, arról fogjuk majd a választ megkapni Illyés Szabolcstól, sportmenedzsertől, aki már itt is van a stúdióban. Szervusz, köszöntelek! Szervusz, szeretettel köszöntöm a nézőket én is! Tovább hódít a techból, de mielőtt ebbe belemennénk, egyáltalán mi is az a techból? Hát nagyon érdekes maga a sportág, ugye magyar találmányról beszélünk. 2014-ben jelent meg először hivatalosan, mi körülbelül pontosan 2 évvel ezelőtt kapcsolódtunk be az egészbe. Én Székelyudvarhelyről vagyok, és 2 évvel ezelőtt volt az első világkupa Budapesten megszervezve. Az alapító Borsányi Gáborral jó a kapcsolatom, és ő kért meg arra, hogy lehetne esetleg, hogy székelyekként, székely csapatként román színekbe induljunk el a világkupán. Én akkor igen mondtam, és a következő lépés az volt, hogy a világkupa, a budapesti világkupa előtt 2 hónappal megérkeztek az első asztalok Székelyudvarhelyre. Mi összeraktunk egy csapatot, és a többi már történelem, nagyon jól sikerült az a budapesti világkupa. Hogy sikerült nektek? 20 ország volt jelen, és az volt a célunk, hogy kijussunk a csoportból. Volt egyéni és páros verseny. Egyénibe az egyik játékosunk 3. helyen végzett, még párosba bejutottunk a döntőbe, éppen Magyarország és úgymond Románia döntőt rendeztek, és a hosszabbításba sikerült megnyerni az első techból világkupát. Hogyha techbólról beszélünk, azért tegyük gyorsan tisztába, hogy hogy kell elképzelni ezt a sportot. Igen, maga a sportág nagyon hasonlít az asztali teniszhez, annyi különbséggel, hogy egy enyhén ferdített asztalról beszélünk, és a játékosok azok lábbal játszanak, tehát egyfajta lábtenisz pippong asztalon. Ugye említetted, hogy ti alapvetően 2 éve ismerkedtetek meg ezzel, azt látjuk azért most már, hogy a cím az nem téved, tehát tovább hódít a techból. Tulajdonképpen világszerte most már egyre elismertebb vagy ismertebb. És ez hogy van nálatok Székelyföldön? Gyakorlatilag Székelyudvarhelyen található a techbólnak a központja Romániában. Nekünk van több asztalunk is, és szinte napi szinten edzünk. Főleg, ha egy nagyobb verseny, világkupa jön. Megszervezték a 2. világkupát is Franciaországban, Reimsben, tavalyi év októberében. Ott egyéniben sikerült felélni a csúcsra, és párosban a 3. helyen végeztünk. 42 ország volt már jelen a 20 helyet, és valóban nagyon dinamikusan fejlődik a sportág, és az idén már 5-6 nagy versenyt is szerveznek. Következő éppen március 30-án lesz, ahol Varsóban egy páros verseny lesz, és ismét megmérettetünk. Te miben látod a sikerét ennek az egész sportágnak? Gyakorlatilag egy nagyon jó menedzsment, marketing csapat áll az egész techból sportág mögött, akik apai tanyait beleadnak abba, hogy ne csak Európában, de globálisan is egy olyan sportág legyen, amely elismert. Ezt támasztja alá az is, hogy az Ázsiai Olimpia Szövetség például elismerte már hivatalos sportágként, és a sportág nagy célja is, hogy olimpiai sportág legyen előbb vagy utóbb. Épp tegnap voltam egy techból előadáson, Czwik Dániel sportigazgató tartotta, és azt mondta, hogy ha 2024 nem is, de 2028 Los Angeles már reális cél lehet azt illetően, hogy a techbolt is bevegyék az olimpiai sportágok közé. Akkor ez a legfőbb cél? Az olimpia? Így van, ez az első számú. Ez az első számú a techbolban, és a másik az, hogy minél inkább elterjedjen maga a sportág. Épp tegnap az előadásból tudok most meríteni. Az alapítóknak az egyik nagy vágya, hogyha egy országba a tengerparton utaznak, akkor azt lássák, hogy a tengerparton is techbólasztalok vannak és ott játszanak. Tehát az, hogy minél nagyobb mértékben elterjedjen a sportág, ez is az egyik fő cél. De ez akkor jó úton haladnak a techbólosok, azt kell, hogy mondjam. Ugye ezt már te is említetted, hogy ott lehet, ez még nem tudom, hogy már eldőlte, de arról beszámoltak korábban, hogy ott lehet a 2022-es ázsiai játékokon is. Így van, a 22-es ázsiai játékok az már biztosnak tűnik, és a legnagyobb cél az, hogy a nagy olimpián is ott legyen, ami 2028
tűnik reálisnak, az, hogy ez sikerül-e, vagy megvalósul-e, az nyilván ez egy másik dolog, de mindent beleadnak azért, hogy ez meg létrejöjjön. Te pontosan hogyan ismerkedtél meg ezzel a sporttal? Én Budapesten a TFN végeztem a sportmenedzsmentet, és ott volt egy csoporttársam, aki még ott volt az alakulásnál a Techball csapatba, és ő mondta, hogy menjek és próbáljam ki, utána kipróbáltam, sikerült is nyerni egy egyetemi bajnokságot pár hét után, utána meg gyakorlatilag olyan jól sikerült ez az egész a Techballal való ismeretség, hogy megismerkedtem az alapítóval, utána Székelyudvarhelyre költöztem haza én is, és ott gyakorlatilag minden nap edzünk és fejlesszük magunkat, mert hogy egyre több taktikai és technikai olyan dolgok alakulnak ki a sportágban, amivel fejlődik, hogy muszáj lépést tartani. És akkor tulajdonképpen így, hogy Székelyudvarhelyen is van most már, vagy hát már egy ideje, akkor egy csoport, aki ezzel, vagy egyesület, vagy nem is tudom milyen formában léteztek, aki foglalkozik a Techballal. Ezzel a tulajdonképpen Székelyföldet is tudják népszerűsíteni, kicsit jobban bevinni a köztudatba? Igen, gyakorlatilag a Góbék Techball Team a nevünk. Góbék ugye az népiesen azt jelenti, hogy székelyek. És 8-an vagyunk a csapatban, gyakorlatilag Székelyföld hírét visszük. Tehát ha kimegyünk, jó, hogy román színekbe, romániai akként veszünk részt, de mindig ott van a mellkasunkon a székely zászló, és gyakorlatilag mi Székelyföldet képviseljük. Tehát nagyon érdekes volt a helyzet 2 évvel ezelőtt Budapesten, mikor a Fradi csarnokában játszottuk a döntőt Teltház előtt, és ugye papíron román-magyar döntőt szerveztek párosba, viszont a hátunkon ott volt a magyar nevek, és gyakorlatilag, amikor Ria-Ria Hungária skandálták a közönség, akkor azt mi is magunkénak éreztük. És a magyar sportolók ezen felül, akár a Techballon felül még hogyan tudnak hozzájárni ahhoz, hogy népszerűsítsék Székelyföldet? Ugye itt gyakorlatilag ezek a sportág nagyon jó kiugrási lehetőségek. Tehát a Techballban, amikor megszerveznek egy 42 országos világkupát, vagy most lesznek világbajnokság, lesz egy világbajnokság is az idén tudtommal, akkor gyakorlatilag az nagyon jó kiugrási lehetőség, hogy a mi régiónkat is tudjuk megismertetni a világgal. Például a Techball világkupákon nagyon jó ismeretséget kötöttünk a japánokkal, vagy más országokkal, európai országokkal, akik eddig nem tudták, hogy Székelyföld az hol helyezkedik el, de most gyakorlatilag tudunk arról mesélni, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, hogy mi is magyarok vagyunk, és magyarul beszélhetünk. És a ti részetekről hogyan tovább? Ti részetekről a Techballon belül? Szeretnénk lépést tartani a világgal, most már ezt így mondhatom. Jelenleg a 2 világkupa után gyakorlatilag az éremtáblázat legelején tartunk, avval, hogy egyszer párosban és egyszer egyéniben szereztünk egy-egy első és, és harmadik helyet, és most már megjelentek olyan országok, mint Spanyolország vagy Montenegro, akik nagyon erősek lettek, és például az elődöntőben, Reimsben már ki is kaptunk tőlük, és ezért végeztünk végül, Brazíliát vertük meg a harmadik helyért. Nagyon sok olyan taktikai variáció van, vagy szerva lehetőségek, amik eddig nem voltak jelen, de most már ott vannak, és napi gyakorlást igényel, hogy ott maradhassunk az élbolyban. És ez a célunk, hogy ott maradjunk, ha nem is a legelején, ez a cél nyilván a legfőbb cél, de hogy ott legyünk a top nemzetek között. Techballon kívül te milyen sportágakkal foglalkozol, miket szeretsz még? Én Budapesten éltem 2 évig, és gyakorlatilag 6 hónappal ezelőtt költöztem haza Székelyudvarhelyre, ahol megalakult a Székelyföldi Kézilabda Akadémia, és annak vagyok jelenleg az ügyvezető igazgatója. Itt az a cél, hogy minél több gyereket bevonjunk a kézilabda sportágba, és minél többet próbáljunk meg úgy bevinni a sportba, hogy megteremtsük azt a lehetőséget, hogy román és magyar állampolgárként akár a magyar válogatottság felé is tudjuk irányítani őket. Jelenleg
közel 300 gyerekkel dolgozunk, 17 ifjúsági csapatban. Van egy felnőtt csapatunk is, férfi felnőtt csapat a román másodosztályban, és az a legfőbb cél, hogy minél több gyerek sportoljon, illetve hálózatot építsünk, és egész Székelyföldet bevonva 20 települést néztünk ki, ahol a következő időszakban el szeretnénk indítani a kézilabda képzést. Hát ez egy hatalmas nagy vállalás. Jelenleg hol tartja, ezen mennyire népszerű például a kézilabda Székelyföldön? Székelyföldön, Székelyudvarhely úgymond monopól helyzetben van, mert Székelyudvarhelyen található felnőtt férfi kézilabda csapat, máshol nem. Női kézilabda csapat van szintén másodosztályban Székelyudvarhelyen és Marosvásárhelyen, de ilyen szempontból az nekünk előny, hogy nincsen mindenhol kézilabda klub, mint fociba például, ugye, hogy minden város küzd és harcol a gyerekekért. Gyakorlatilag, aki Székelyföldön kézilabdázni szeretne, az a Székelyudvarhelyre gondol, és a Székelyföldi Kézilabda Akadémiára. Ilyen szempontból helyzeti előnyünk van, és ezt próbáljuk meg legjobban kihasználni. És szeretnének a gyerekek, tehát jönnek, vagy úgy kell őket megtalálni épp? Hát sajnos a mai világban ugye sokszor sok helyen elhangzik, hogy a multimédiás világ az elvonza őket sajnos a grundokról. Mi sportágválasztókat szervezünk, az edzőink iskolákba járnak, minden iskolát végigpásztáznak, hogy hol van még olyan gyerek, amely esetleg nem sportol, és más sportágaktól se vonjunk el, vagy csaljunk el gyerekeket. Az volna a legfőbb cél, hogy minden gyereket vonjunk be egy sportágba, és lehetőleg ez a kézilabda legyen. Akkor lényegében ez a célja az, hogy mindenki sportoljon, aki csak tud. Így van, elsősorban, utána meg az, hogy ha lehetséges, akkor jöjjenek kézilabdázni, de kicsit furán hangzik nekem, mint kézilabda akadémia igazgatója, de valóban én azt tartom a legfontosabbnak, hogy minden gyerek sportoljon, és utána akkor találja meg a neki megfelelő sportágat. Szabolcs, köszönöm, hogy itt voltál ma velünk. Én köszönöm a meghívást.